Odor Jánost, a Vosinski Mór Múzeum igazgatóját kérdeztük arról, hogy miért nem látható a kis ormányos a megszokott helyén. Sokan keresik mostanság, mert hogy a tavalyi esztendőben másfél évvel ezelőtt lebontott régészeti állandó kiállításunk egyik fő kiállítási eleme volt az a mamut bébi csontváz, ami Dunaföldváron került elő az 1930-as években. Kultúrtörténeti jelentősége is van. Nem régész tárta fel, viszont aki kiásta, a Dunaföldvári kántortanító, az Sárdi János volt, aki később operett színészként és filmszínészként nagyon nagy karriert futott be. Mindenesetre az ő körültekintő munkájának köszönhetően került be a Szekszárdi Múzeumba Dunaföldvárról az a mamut csontváz, ami egy fiatal mamutnak a maradványai voltak, és ebből a szempontból mindenképpen országosan is figyelmet érdemelt, már abban az időben is, és hát manapság sem gyakori, hogy egy közel teljes mamut csontvázat találtak volna. A múzeum példánya viszonylag kicsi, mert az egy fiatal állat maradványa. Már a 60-as években régészeti állandó kiállításon is szerepeltek ezek a csontok, majd ezt követően a 70-es évektől a közelmúltban lebontott régészeti állandó kiállításnak volt egy ilyen fő látványeleme, amit a Magyar Géniusz Program épületfelújítása miatt le kellett bontsunk. Amúgy is ez a kiállítás már nagyon régi volt, tehát abból a szempontból nagyon kevés interaktív elemet tartalmazott, és az volt és továbbra is az a tervünk, hogy ezt a mamutot, mivel a gyerekek számára is, illetve a látogatók számára is egy nagyon érdekes dolog, minél előbb azért megpróbáljuk visszaállítani. Hát most jelen pillanatban a mamutnak az egykori helyen a Gemenc 50 kerékpártörténeti kiállításunk foglal helyet, de elképzelhető, ahol most vagyunk itt a folyosónak a túlsó végén állítjuk be, remélhetőleg jövőre erre sor tud keríteni, de ez pályázati forrást is kell, hogy találjunk. Az ormányos nem első képviselői a kora pliocén korszakban feltehetően 5 millió évvel ezelőtt jelentek meg. Az utolsók pedig körülbelül 4000 évvel ezelőtt haltak ki. Ezek az egyedek a kőkorszak emberének kortársai voltak.